Idén 14. alkalommal került sor a Kolbásztöltő és Forradbolt Fesztiválra. A rendezvényen 40 csapat indult az első helyért, és közel 700 főnek terítettek a sportcsarnokban. A településen volt egy nagyobb 5 éves kihagyás a fesztivállal kapcsolatban, de idén annál erősebben tért vissza. Ez a rendezvény 2006-ban volt az első, tehát nem mostani. Hogyha azt veszem, hogy akkor született egy gyerek, akkor már majdnem felnőtt korú, tehát 17 évvel ezelőtt történt ez az első ilyen beavatkozás, akkor 9 csapat volt, amikor elindultunk, és úgy gondolom, hogy a gasztronómiáról szólt már akkor is, de akkor még nem volt ilyen kifort állapotban. Ez a 11. alkalom, 18-ban volt a legutoljára, ez azt jelenti, hogy 5 évvel ezelőtt rendezték meg utoljára ezt a rendezvényt, amely idő között nagyon sok 5 év tellett el. Ugye itt nem kell kitérni arra, hogy ez a rendezvény 2 évente kerül megrendezésre, és 20-ban lett volna ez a rendezvény, de akkor tudjuk nagyon jól a pandémia mindent keresztül húzott, és aztán eljött a 2022, amikor tavaly viszont a sportcsarnokot, művelődési házakat, intézményeket kellett bezárni a gazdasági válság miatt. És idén úgy döntött a képviselőtestület, és úgy döntött a szervezőbizottság, hogy vagy ezt megcsináljuk, vagy el kell engednünk ezt a rendezvényt, hiszen olyan sok idő kimaradt, hogy már nem tudjuk, hogy ennek a rendezvénynek van egyáltalán létjogosultsága. A sátorban több zenekar biztosította jó hangulatot a nap folyamán, a sportcsarnokban pedig a legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenki talált magának elfoglaltságot. A versenyen fontos kritérium volt, hogy a húst kizárólag kézi erővel lehetett darálni, hiszen igyekeztek ezzel is a házi kolbásztöltés hagyományait megőrizni. A kérdés, hogy kik vannak itt, jó barátok. Azok az emberek, akik 2006 óta ide járnak általában. Ez a rendezvény úgy került meghirdetésre az idei évben, hogy felhívtuk azokat a csapatokat, akik 2018-ban részt vettek, hogy hajlandóak eljönni esetleg még hozzánk, hiszen egy tanulsága van a pandémiának és ennek az elmúlt nagyon-nagyon rossz éveknek, hogy hiába szervez az ember bármit, nagyon sok esetben szó nélkül lemondják, nem annyira fontos, tehát az egész gondolkodásunkat átírta ez a pandémia helyzet. Azt kell mondanom, hogy mikor elkezdtünk erről beszélgetni az idei évben, akkor meghirdetés nélkül került a 39 csapat vagy 40 csapat a sátorban, teljes teltházunk van, tehát ide igazándiból meg se tudtuk hirdetni a rendezvényt, borzasztó nagy öröm volt számomra is, hiszen az első, amikor 2005 óta vagyok polgármester, az első rendezvény, amit csináltunk, saját gyerekemként tekintek erre. Ebben a mai napban körülbelül több mint 1000 ember érzi majd jól magát, 40 csapat tölt verseny, a Follalbor és a Kolbász töltésér is, úgy gondolom pazar jó hangulat van. Ezek az emberek nagy része van olyan, aki 5 évvel ezelőtt látta utoljára egymást, az ország számtalan területéről jöttek, de a legfontosabb az, hogy tengelici csapat több mint 20 van, és a baráti társaságok jönnek hozzájuk. Itt kint a sátorban mögöttem a töltés zajlik, ezt követően délután 4 órakor az eredményhirdetés van, és akkor már ők, a csapatok és a barátaik beköltöznek a csarnokba, és ott folytatódik a mulatság egészen hajnalig. A 40 csapatból álló versenyzőgárda idén is színes volt. Nem csak Tengelicről, hanem több más megyéből és településről is érkeztek a megmérettetésre. Mi nem csapat vagyunk, hanem Tengelicet képviseljük, az önkormányzatot, és minden disznótoros finomsággal készül, disznóvágásos finomsággal készültünk, hagymás vért sütünk frissen, vesevelőt készítünk, kolbászos káposztalevest, és kocsonyánk van. Hát 10 óra óta körülbelül, meg otthoni rákészüléssel, kemény rákészüléssel. A település vezetésre fontosnak tartja, hogy ilyen rendezvényekkel is egy szorosabb közösséget alakítson ki, és emellett Tengelisz jó hírét is növelje. Minden rendezvényen eddig ahányszor szervezett a polgármester úr, innét mindig részt vettünk. Jelenleg, hát nehéz összeszámolni, hogy hányan vagyunk. Alapban 12-en indultunk, de kibővült a csapatunk. De örülünk neki, hogy egyre többször részt vettünk ezen a rendezvényen. Reggel érkeztünk, 10 órakor érkeztünk, májat készítettek a hölgyek, véres hurkát fogunk készíteni, és kolbászt sütünk természetesen. És természetesen süteményekkel, a hölgyek mákos, hagyományos mákos bájgival, diós bájgival, ami sajnos már részben elfogyott, meg egy kis sorssal, hogy tudjanak a férfiak inni is hozzá a töltésnél legalább. Van egy csapatunk, úgy hívják, hogy Szexárd, STK. És egy ilyen 8-10 fős csapattal érkeztünk, kipróbáljuk a kolbásztöltést. Négyen érkeztünk, de majd még jönnek négyen, és jöttünk rögtön az elején, 9:30-ra ide értünk. Elég sokáig tartott bepakolni a sparhertet. Mi Gyönkről jöttünk, és harc, Gyönk és harcról. Mi csak sült kolbász, süteményt hoztunk magunkkal, először vagyunk itt,
úgyhogy még most csak itt tájékozódunk, hogy legközelebb egy kicsit tapasztaltabb jöjjünk. Láttuk, hogy vannak, akik már a reggelit is itt készítették, úgyhogy legközelebb szerintem mi is majd kicsit több étellel fogunk készülni. A fesztiválra mindenkit sok szeretettel vártak, idén is garantált volt a jó hangulat és a finom fogások. Nem titok, hogy elmentünk Békés Csabára tanulni, hogy mégis hogyan történik, hogyan csinálják ezt nagyban, és ott nagyon sok-sok jó instrukciót kaptunk, sok mindent elhoztunk magunkkal, és úgy gondoltuk, ezt kicsibe meg fogjuk tudni csinálni. Amit kialkuttunk az évek során, és amiért visszajárnak az emberek, hogy tartunk egy minőséget, mindig egy minőséget, odafigyelünk a vendégeinkre az első percről az utolsóig. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó hangulatban zajlik, nagyon-nagyon szeretik ezt a rendezvényt az emberek. Mi sem tesz nagyobb tanúbizonyságot, 5 év múlva ugyanúgy teltházzal csináljuk meg. De hogy miért tartunk egy ilyen rendezvényt, amely nem olcsó valóban egy ilyen kis településnek megoldani egy ilyen nagy rendezvényt. Rengeteg a támogatónk, külső cégek támogatnak, a település lakósai támogatnak bennünket, és nem beszélve a civilekről, az a rengeteg segítőkész, aki erre a napra mindent összehordott, összerakott, stb. Azért 1000 embert vendégül látni egy 2000 fős településnek azért az nem kis teljesítmény. Ez összekovácsol mindegyünket. Ha valamikor volt rá nagy szükség, akkor ez szerintem most van. Hogy talán ebben az évben vissza tudjuk nyerni azt a régi mi voltunkat, amit annak idején abbahagytunk 2018-ban. 14. tengeliszi kolbásztöltő és forradba fesztivált egy hajnalig tartó bállal zárták.